Jó estét kívánok! 1989 óta január 22-e a Magyar Kultúra Napja. 1823-ban Kölcsey Ferenc ekkor fejezte be a himnusznak a kéziratát. Székesfehérváron és a városban rengeteg program várta az érdeklődőket, ezeket mutatjuk meg önöknek. Szombaton már elkezdődött a programsorozat az Örekhegyi Közösségi Házban, a kortárs zene ikonja Hobó lépett fel. Pilinszkit olvastam, és a Pilinszki versek, különösen a Látja Isten, hogy állok a napon, az kihúzott ebből a szégyen vagy pocsék állapotból, amiben éreztem magam, és hálából csináltam ezt meg. Én általában azt a skálát, amit csinálok, akár zenét, vagy akár költészetet, nem azért csinálom, mert népszerűsíteni akarom az irodalmat, az a Kaláka együttes dolga, én inkább beledöglök. És olyan dolgokat csinálok, ami olyan költőket és olyan zenéket játszom, amelyek olyan színvonalúak, hogy úgy kifejezik azt, amit én érzek, ahogy én nem tudnám. Tehát ahogy József Attilát vagy Pilinszkinek van itt egy pár verse, ami hát olyan, mint a lepke a tűjegyén, hogy és ami az én sorsomba vág, vagy a világot adja, amiben élek. És akkor nem kell nekem ezzel nem írom meg, hanem inkább eljátszom azt, ami nekem fontos, amihez közöm van. Nem azért, hogy népszerűsítsem, hanem egyrészt az én kötelességem, hogy amit a mestereimtől kaptam, azt továbbadjam. Szerencsére én még hozzá tudtam tenni a magamat is. Másrészt pedig az a helyzet, hogy nekem abban az emberi pillanatban, amikor elszégyeltem magam, hogy a szeretetre, évtizedes szeretetre én ennyit tudok válaszolni, akkor ő ebből kisegített. Tehát én nem igazából egyik, a József Attilát se úgy játszottam, meg játszom, hogy most József Attilát játszom, hanem egy embertől a költészetén keresztül kaptam segítséget, az a legnagyobb dolog. Tehát nem azért játszom, mert tetszik a vers, hanem azért játszom, mert engem mondjuk a nagyon fájban lévő, de én nekem pénzhoz fájdalmas énekem, és hozzám szélgődik a gyalázat, ez mintha én írtam volna a 80-as években, azért játszottam. És ez így végig megy a Csokonai Vitéz Mihályon is, akit játszottam mostanában, és nem beszélve a többiről. A Magyar Kultúra Napja program keretében Filip Sándor festőművész nyitotta meg Legényi Péter tárlatát az Örekhegyi Közösségi Házban. Kortárs képzőművészet attól szép, hogy a különböző képviselői, ha meglátogatnak bennünket, akkor rácsodálkozhatunk, hogy hol is tart a magyar képzőművészet. Én azt gondolom, Legényi Péter a példa arra, hogy ámulhatunk, bámulhatunk, és amikor mémekről beszélünk, akkor igaza van mindenkinek, aki azt mondja, hogy ez bizony nem utánzás. Így van. Péter az egy nagyon érdekes művész, nevezük annak, de inkább teoretikus vagy filozófus, én így fogalmaznám meg. Róla nagyon dióhézben azt kell tudni, hogy a 60-as, 70-es évek, 80-as évek közepéig úgy körülbelül a legkeményebb avantgárd mozgalmakban vett részt. Ott vezető szerepe volt, a szakmában őt elég jól ismerik, de utána elfordult mindettől, és aztán hát különböző tevékenységeket folytatott, de mind a művészettel kapcsolatban volt. Tehát művészeti lapot alapított, könyveket írt, galériát működtetett. Úgyhogy az, hogy 40 év után először kiállít, hát ez egy nagyon nagy dolog szerintem. Az avantgárd képzőművészet egyik jeles alakja volt. Aztán eltett 40 esztendő, és nagyon köszönjük a képzőművészetet kedvelők nevében, hogy eljött hozzánk ismét. Immáron, hát ha azt mondjuk, hogy ez a finisszázs, ez egy tökéletes választás, köszönjük nem csak önnek, hanem a mi nagyszerű barátunknak, Filip Sándornak is, hogy rábeszélte önt. Arról beszélgettünk, hogy ön nem is képzőművész, sokkal inkább egy teoretikus. Mondhatjuk ezt így? Ezt mondják rólam, igen, de én kiállító művészként indultam. 69-ben csatlakoztam az akkori avantgárdistákhoz, és akkor 78-ig kiállítottam. Utána kezdtem csak el a művészet elméletével, művészettörténettel foglalkozni. Most elhozta nekünk a mémeket, de én azt gondolom, hogy ezek nem utánzások semmiképpen, ez sokkal, de sokkal több annál.
Hát a mém az nem utánzza, mert egyetlen művet sem utánoz, hanem az a jellemző anyagi formáknak a kiemelése a korszakból, megszabadítva az akkori jelentéstől, tartalomtól, és így lehetőséget nyújt arra, hogy újra tartalmat, újra jelentést tulajdonítsanak neki. Ugye a posztmodern az minden jelentést, minden tartalmat megkérdőjelezett, ellehetetlenített. Nagy kérdés, hogy utána mit lehet kiállítani. És azért gondoltam, hogy a mémeket, amik eleve magukban véve tartalmatlanok, de a közönségnek, a nézőnek lehetősége van tartalmat adni neki. Egy kicsit úgy érzem, hogy úgy gondolom, hogy ez a posztmodern utáni talán egy kis lépés valahogy a posztmodernből kifelé. Hétfőn 13 órától kezdődtek a himnuszünnep programjai a főutcán és az igézőben. Zenével színesítve hallgathattak verseket az érdeklődők. Kedves Judit, mondhatjuk, hogy a fehérváriak szívügyüknek tekintik ezt a jeles napot? Igen, minden évben a költészet napján is a Posztoly verset utcára című akcióhoz csatlakozunk, és az idén a Szent István Király Múzeum rendezvényszervezőinek az volt az ötlete, hogy a szép előadó termek után, ahol általában a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük, próbáljuk meg azt, hogy az utcára is kijövünk, és megmutatjuk az embereknek a magyar líra gyöngyszemeit, és hát arra az időpontra időzítettünk, amikor a fiatalok kijönnek az iskolákból, vagy a közintézményekből éppen ebédszünetre jönnek a közalkalmazottak, vagy a gyerekekért mennek majd a kora délutáni órákban az óvodába, vagy a bölcsödébe a szülők, és akkor itt megállnak. Van irodalmi játék, illetve mindenkit megajándékozunk egy-egy verssel, és folyamatosan verseket mondunk, illetve megzenésített versek is lesznek különböző magyar előadók feldolgozásaiban. Itt azért a gyerekek tényleg megismerkedhetnek a magyar irodalommal, irodalomtörténettel. Mi a tapasztalat az eddigiek alapján, hogyan készültek a mai napra, és mi az, amit nekik üzen ez a mai nap? A Szabad Színház társulata, az idősebbek egy kicsit később fognak jönni, a fiatalok korábban. Az utánpótlás csoport tagjai már lázasan készülődnek, mindenki fog mondani, olvasni verseket a délután folyamán, és lesz még egy tudományos előadás a múzeum épületén belül, és akkor ott többen is fogunk verset mondani. Különböző korosztályokból mindenki fog verset mondani. Ó, szép magyar nyelv, aki egyszer téged ajkára von, többé nem dobhat el. Szentség gyanánt, hogy befogadja éked, őrző oltárrá válik a kebel. Pajzán, derűs vagy, mint nőink szeme, s erős, szilárd, mint hősök jelleme. Gyöngéd vagy és lágy, mint mennybolti kék, s dörögni úgy tudsz, mint villámos ég. Minden, mi fejben vagy szívben fakad, tőled nyer pompát, szindús szavakat. Nagy eszme, érzés oly ragyogva hord, mint egy király az ünneplő bíbort. Bír-e más nyelv úgy epedni, annyi bájjal, annyi kéjjel, olvadóbb, mint lanzenéje, holdvilágos, langyos éjjel, mely virágot s dalt terem. Ünnepi fényfestés is várta a járókelőket a főutcán, 17 és 20 óra között a rendház homlokzatán. Novák Rita a helyszínen járt. Valóban fényfestés látható a hátam mögött, mégpedig mi más lehetne, mint Kölcsey Ferenc himnusza. Hogy került ez a falra, és miért ide a főutcára? Mindennek megvan a maga értelme, hiszen a programok többsége is így zajlódott, Krizsány Anna népművelő. Igen, a Szent István Király Múzeum részéről szerettük volna nagyon élővé tenni ezt az ünnepet, és úgy gondoltuk, hogy a hideg ellenére, gondoltuk, hogy akár hideg lesz, akár jó idő lesz, valahogy megpróbáljuk a verseket, a magyar költészetet, mint a magyar irodalom, a világörökségünk, vagy a nemzeti örökségünk legfontosabb kincse, megpróbáljuk kivinni az utca emberéhez, és valami úton módon kézzel foghatóvá, érzékelhetővé, hallhatóvá tenni. Remek partnerre sikerült találnunk a Szabad Színháznak a társulata
közreműködésével sikerült élővé tenni a verseket. Egy ilyen Líra utca tulajdonképpen. Annyira sokan verseltek itt, igen, és olyan jó volt, igen, itt végig sétálni. Folyamatosan mondtak verset második osztályos kislánytól kezdve a felnőttekig, és Nagy Juditig, aki hát a Szintér Társulatnak a vezetője. Tehát gyerekek, felnőttek, különböző korosztályba tartozók, fiúk, lányok, mindenki mondta a verset, és kézbe is adtunk, osztogattunk is könyvjelzőbe szerkesztett verseket. Volt egy ilyen Múzsák Mustrája című kis interaktív, hát minivetélkedő, ahol különböző magyar költőkhöz magyar múzsákat kellett ugye hozzá csatlakoztatni, illetve a múzsákhoz írt verseiket a költőknek, ez ilyen kis kirakós játék volt. Könyveket osztogattunk, irodalomtörténeti könyveket, kiadványokat, és hát szerettük volna ezzel is egy kicsit élőbbé tenni ezt az egészet. Az ünnep alkalmából került sor a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetett Székesfehérvár Történeti Központja 2017 című építészeti pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére a Városházán. Vendégem Turányi Gábor, az MMA rendes tagja, a Bírálóbizottság társelnöke. Mi volt a pályázat kiírás lényege, illetve mekkora volt az érdeklődés? A Magyar Művészeti Akadémia minden évben kiír fiataloknak, 40 év alatti építészeknek pályázatokat. Idén nagy fába vágtuk a fejszénket, hiszen egy nagyon jelentős és a nemzet központjában levő helyen, Székesfehérvár városközpontjának a megújítását tűztük ki feladatul a fiatalok számára. A feladat nagyon nehéz kihívás volt, és nagy öröm volt, hogy 14-en belevágtak ebbe a nagyon nehéz munkába. A 14 pályázat mindegyike tartalmazott valamilyen olyan kisebb-nagyobb építőkövet a további gondolkozáshoz, ami alapján majd el lehet a felnőtteknek, már az érett építészeknek gondolkozni azon, hogy mi is történjen ezen a fontos helyen. És hát a 14 pályázat mindegyikét éppen ezért valamilyen díjazásban részesítettük, hiszen mindegyikben található olyan elem, ami felhasználható és jó gondolat, és egy pályázatot pedig különösen kiemeltünk és díjaztunk, azt se olyan céllal, hogy majd ez valósul meg, hanem éppen azért, hogy az építészet nyelvén hozzá tudjunk járulni ahhoz a közös gondolkozáshoz, ami itt Székesfehérváron zajlik, az Árpádház program keretében. 18 órakor kezdődött a Tiszta Forrásból című ünnepi gálaműsor a Vörösmarty Színházban, a Magyar Kultúra Napja alkalmából, ahol Cserpalkovics András polgármester átadta a Prokultúra Alba Régia díjat. A helyszínen Vakler Lajos kérdezte a díjazottat. Ünnepre készülünk itt a Vörösmarty Színházban. Székesfehérvár megye jogúvárosa hagyományokhoz híven ezen a napon, a Magyar Kultúra Napján, a himnusz születésnapján adja át legrangosabb kulturális elismerését, a Prokultúra Alba Regalis díjat. Az elismerést ebben az esztendőben a Vox Mirabilis kórus érdemelte ki. Itt van velünk Zemlényi Katica, a kórus karnagya, akinek először is gratulálok, hiszen tegnap Budapesten a Kóta díjat is a Vox Mirabilis kórus vehette át. Ugyanakkor azt gondolom, hogy itthon a kórus szülővárosában, ahol meg annyi sikernek lehettünk tanulni a Vox Mirabilis jóvoltából, ez a díj mégiscsak sokkal, de sokkal többet jelent. Így van, pontosan minden díjnak nagyon örülünk, amire minket felterjesztenek és meg is kapjuk, de hát Székesfehérvár városától megkapni ezt a díjat, azt hiszem, hogy ez egy nagyon szívet melengető és nagyon boldog érzés, és hát szinte úgy érzem, hogy nagyon nagy kitüntetés, amit velünk tesznek itt, hogy most ezt a díjat mi vehetjük át. Ilyenkor érdemes kérdezni a hogyan továbbról a karnagyot, hiszen mindig új meg és újabb terveket szőttök. Nagyon sok minden van ebben az évben is, és a következő évadban is. Általában mindig másfél évre előre gondolkodunk, és hát nagyon telik a naptárunk. Külföldi út is van, és hát nem sokára kezdjük majd a Farsangi Opera Parádénkat Miklós Erikával.
Katica, köszönöm szépen, még egyszer gratulálok. Kedves nézőink, azt gondolom, hogy az Opera Parádi, amire az imént Zemlényi Katica is utalt, megéri majd a figyelmet, hiszen február 11-én várjuk Önöket. Addig is erről az eseményről természetesen holnap fogunk beszámolni. Az esti mérleget látták, holnap újra várjuk Önöket, viszontlátásra!